Két évvel ezelőtt alhasi tájékon egy vérrög kialakulását diagnosztizálták Máté Rolandnál, aminek következtében mindkét lábában leállt a keringés. Az orvosok mindent megtettek a gyógyulásáért, de egyik lábát sajnos amputálni kellett. A rádiós műsorvezető azonban talpra állt, lábprotézissel él teljes értékű életet. Az érdeklődők és a rajongók az interneten napi szinten követhetik nyomon életét blogjain és vlogjain keresztül. Én ezt a blogot nagyon nem akartam elindítani, nekem az orvosaim és a barátaim javasolták, hogy ez egy nagyon jó terápia lehet nekem, amikor 2 évvel ezelőtt szeptemberre úgymond papírra vetettem mindazt, ami velem történt. Elsődlegesen ez nekem volt egy nagyon jó terápia, aztán rájöttem, hogy az embereket érdekli ez a történet, és nem az, hogy érdekli, hanem tudnak belőle erőt meríteni. Rengeteg sorstársam megkeresett, rengeteg olyan emberrel tudtunk beszélgetni, aki másnak, vagy pszichológusnak, pszichiáternek nem mondta el a bánatát, de azt érezte, hogy van egy ember, aki meghallgat, és ez tök jó volt, hogy így egymást tudtuk segíteni, tudtunk építkezni. A blog nagyon szertágazó. A munkámról szoktam posztolni, hogy hogyan működik egy műláb, aki nem tudná. Tehát, hogy nagyon fontos dolgokat feszegetünk, például a szerelem és a szexualitás kérdés is előfordult már ebbe a blogba, illetve a blogba. Hozzátette, ezen a felületen például a munkavilágába való visszailleszkedés is napirenden szokott lenni. Személyesen neki ez igen gyorsan ment. Mint fogalmazott, nem hagyta magát elcsúszni. A műtét után 3 hónappal kerekesszékben már rádiós műsort vezetett, hiszen a hivatása nagyon fontos számára. Életfelfogása az eset óta gyökeresen megváltozott. Én mindennek örülök. Tehát, hogy szó szerint, tehát annak, hogy most kolompol a templom, vagy kisüt a nap, vagy esik az eső, én mindennek örülök. Ez nagyon-nagyon nagy fontos változás volt az életemben, hogy minden napban megtalálom a szépet. Nagyon közhelyes, és nagyon nem hittem el, mikor mások, akik átestek valamilyen traumán, ezt mondták, meg kell élni sajnos egy ilyen traumát ahhoz. Tényleg igazán értékeld az életet. Én az élet minden percét értékelem, azt gondolom. És ebben nagyon-nagyon sokat változtam. Sokkal érzelmesebb lettem szerintem, mint korábban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy sokkal vidámabb is. Ha valaki nekem 2 évvel ezelőtt azt mondja, hogy most leszek a legboldogabb és kiegyensúlyozottabb amputáltként, akkor lehet kinevetem. Nyilván nem annak örülök, hogy amputáltak, de viszont soha nem voltam ennyire egysíkúan boldog, mint most. Az estén műsort adtak a Marostánc Együttes fiatal tehetségei is.